Pertindit édesanyja balesete miatt kefirőket köszöntjük itt ma reggel a stúdióban. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt. Egészen pontosan Kefit és édesanyját, Katalin, nagy szeretettel köszöntjük önöket. Mi történt pontosan? Ugye ez nagyjából két évvel ezelőtti eset. Kicsit hagyja, bocsánat, hogy beleszólok. Nem én perelek, hanem ők perelnek. Oké, okay. Jó. Nekem jó. Nincs jogom. Oké. Hogy mi történt? Igen. Mi történt pontosan? Hát ez bő másfél évvel ezelőtt történt. A Siófoki könyvtárban voltam, és kivettem a könyveket, elindultam hazafelé, és ez egy ilyen műmárvány lépcső, ilyen, tudom én, 15 méter magas talán, és hogy a legfelső fokra ráléptem, nem tudom, én valami bizonytalanságot éreztem, ránéztem, és láttam, hogy csillog. Na mondom, akkor nekem annyi, és elhatároztam, hogy becéloztam a korlátot, hogy megpróbálom elérni, megcsúsztam a vizen. És innentől, ja, hogy a lépcső vizes volt? Innentől kezdve, tessék? Bocsánat, a lépcső vizes volt? Vizes volt, igen. Értem, azért nagyon fontos, tehát azt gondolom. Tehát egy műanyag tető van a lépcső felett, és két oldal. Nem fedi az egészet, hanem. Aha. Tehát ez egy esős napon, esős időszakban volt, és beázott a tető, vizes volt a lépcső, és így azért ezek nagyon fontos körülmények. Azon csúsztam, igen, a lépcsőn csúsztam. Nagyon fontos, hogy ez nem egy teljes értékű korlát, hanem ez így be van vésve a márvány falba, egy ilyen fogóka. Így van bele. Aha. Bocsánat, de és végig letetszett csúszni teljesen az aljáig? Én innentől kezdve, hogy becéloz semmire, körülbelül egy hétig semmire. És akkor mit mondtak? Tulajdonképpen vérbe feküdt a lépcső. De bocsánat, lecsúszott végig az aljáig, a lépcső aljáig, édesanyád? Fejlestem, tehát a koponyám tört, vagy repett, vagy igen. Kamerafelvételeket ugye nem láttunk, mert hogy... De van. Ezt se tudjuk, hát ez az ügyvédek dolga amúgy. Van kamera? Tehát lehet látni a helyiségben kamerát? De hogy működik-e, azt nem tudjuk. Aha. Azt tudjuk, hogy egy járókelő hívta, tehát nem is egy alkalmazott a könyvtár területéről, hanem a kívülről, a főtérről egy járókelő vette észre, hogy ott fekszik ő, és ő hívta a mentőket. És az azért is, mondjuk ez már csak egy érzelmi dolog, ez nem a kártérítéshez tartozik, hanem az, hogy én az első diplomám szerint könyvtáros vagyok, és csak tudták, hogy én kollega vagyok, és nem, hogy mentőt nem hívtak hozzám, egy idegen hívott, hanem az eltelt másfél év alatt senki azt sem mondta. Tessék, van, ez nekem itt valami nem kerek ebben a sztoriban, tehát most ezt komolyan mondom, tehát azért ott vannak kollégák, eltetszett esni, letetszett csúszni vérben, ott fekszik egy ember. Letagadták, hogy ott járt. De hát hol volt a személyzet, vagy hogy mondják, az alkalmazottak? Senki nem vette észre, vagy mi történt? Én van egy ajtó, be van zárva, hát most nyilván, aki bemegy, aki pontosan akkor jött fel mondjuk a lépcsőn, amikor én lefelé mentem, akkor... Jó, mert én azt nem feltételezném, a könyvtáros hölgyekről, hogy egyébként nem szólnának, vagy nem hívnának mentőt. Tudták, ott álltak a lépcső tetején. Neki megvan a könyvtár jegye lepecsételve, tehát tudjuk, hogy ott járt. És ehhez képest, amikor felhívtuk őket a baleset után, mikor már édesanyám kórházban volt, hogy egyáltalán megkérdezzük, mi történt, nem számunk kérés céljából, akkor letagadták, hogy ott volt, azt mondták, hogy ott sem volt. De ezt miért mondtad? Ez nem értem. Egyértelmű. Nem akartak felelősséget vállalni. De most ez a per az elindult, vagy csak tetszik, elindult? Mert ez számomra most, ahogy így hallom, majdnem egyértelmű eset, nem vagyok jogász, tehát hogy egy beázás miatt ez a lépcső ilyen csúszossá vált, és ott valaki balesetet szenved, akkor ez egy egyértelmű sztori, szerintem. Mi a kérdés, mi az, ami esetleg mehet, vagy múlhat ennek a pernek a kimenetele? Az van, hogy édesanyám megváltozott nagyon sok dologban, nem tudja ellátni azokat a dolgokat, amiket évekkel ezelőtt igen. Nem tud vezetni, nem tudja a háztartást vezetni úgy, ahogy előtte. A nővéremnek gyermekei vannak, tehát az unokáival, ha van, akkor nem ugyanolyan minőségben tud velük lenni, mint ahogy. Ja, értetted, akit a kártérítés nagyságán megy majd esetleg? Igen, műsorszervezők a szüleim, édesanyám segített, mindig vitte a művészeket fellépni, ugyanúgy, ahogy édesapám, most már ez ugye kiesett, már apukám egyedül tud dolgozni. Csak, tehát ilyenfajta problémák vannak. Azt nem értem csak az egészben, hogy nekem vannak üzleteim. Én mindig köteles vagyok biztosítást kötni ilyen esetekre, tehát ilyen kell egy üzletbe, hogyha valaki bejön az utcáról, elesik, megsérül, akkor ugye ne engem pereljen, hanem a biztosító ezt oldja meg. Felszólítottuk a könyvtárat annó másfél évvel ezelőtt, hogy semmi probléma nincsen, legyen szíves, jelezze a biztosítónak, hogy jelentkezni fogunk kártérítésért, mert hogy akkor még arról volt szó, hogy agyműtét meg ilyenek, tehát azért kellett volna, szükség lett volna a pénzre, és nem szóltak, mai napig biztosító még a
körbe se lépett bele. Ezért döntöttek, úgyhogy perre viszitek az ügyet. Igen. Hát kíváncsi. Jó, erről szerintem még majd érdemes lesz beszélni, hogy egy picit előrébb halad az ügy. Mindenképpen térjünk vissza rá, amennyiben van kedved bejönni, és folytassuk, jó, erről a beszélgetést. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen is.